Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Cartoon, és a mai videóban pedig tovább folytatjuk az Inter Miami karriert az amerikai bajnokságban. Úgyhogy kíváncsian várom a mérkőzéseket, viszont az egyértelmű, hogy mondtátok, ti is tele vagyunk öreg játékosokkal, muszáj egyszerűen foglalkozni azzal, hogy az edzésük ne legyen ilyen kemény, mert hogy ott vannak a Busquets, Farias, Messi például, de csomóan nem tudták teljes mértékben kipihenni magukat, úgyhogy a edzés tervezeten, legalábbis ami a kezdő 11-et illeti, mindenféleképpen módosítanunk kell egy energy fókuszra, hogy az teljesen jó legyen, úgyhogy a kezdő 11 ezt megkapja, és akkor reméljük így már kipihentek lesznek. Most még jöjjön egy kis szponziblokk, utána folytatjuk. Az IEFC Inter Miami karrier támogató partnere a Tippvadász, profi csapató, friss tippek első kézből, sportfogadási tanácsok és tippmix taktikák egy helyen. Prémium csomagok, exkluzív Facebook csoport mellett ingyenes tippek is elérhetőek a Tippvadásznál. Nézz körül az oldalon, keresd az új V-sport ajánlatokat még nagyobb nyerési eséllyel. Link a leírásban, www.tippvadász.hu. Na, pörögjön a mérkőzés, akkor Inter Miami Los Angeles Galaxy ellen fogunk játszani. Ugye Beckham a mi fölöttünk álló pénzes ember, a tulajunk, és a Los Angeles Galaxy-ba játszott korábban Beckham, úgyhogy ez már csak miatta is izgalmas, de van itt Payne Seal, azért az nem rossz, Puig, McCarthy, Nelson. Na, megnézzük. Próbáljunk meg edzeni egyet, mert most átigazolásokkal úgyse tudjuk az időt elütni, hiszen múltkor igazoltunk Neuert is, de semmire nem mentünk vele, úgyhogy így a Ronaldo meg a többi embernek a leigazolás is úgymond nem annyira lényeges. Jó, gyors lövések. Na, ez izgat. Messinek már megvan, úgyhogy várja, olyat kéne, ami nincs meg Messinek. Ez viszont attacking szenárió, azért az nem olyan egyszerű. Az nagyon nem egyszerű, hiszen itt rendes támadásokat kell felépíteni, kivitelezni, de... azért azért jó lett volna, ha valaki ott belövi. Nem tudom, hogy kötelező-e passzolni. Nem. Jó, akkor az már egy fokkal jobb. Aha, de mondjuk, hogy így elveszik tőlem, azért az eléggé szomorkás. Tedd be? Na jó, ez hogy nem sikerült betenni, ez a kapus hogy ért le oda? Ez az én kapusom? Hogy ne lenne az én kapusom? Jó lenne valami gyengébb kapus, rakna be a játék. És pedig Varga van ott, Varga szépen véd, ezt is hogy szedte ki. Az jó. Jordi Alba, ne, mellé durrantja, hát így nem lesz ebből semmi. Főleg, hogyha nem tudom átvenni a labdát. Azt hiszem, hogy sikerült az egyik legnehezebb edzés kiválasztani. Ám bár az összes edzés amúgy nehéz. Azt meg kell hagyni, hogy most így egyik se lett könnyű, hogy ennyire megváltoztatták a játékba ezeket a dolgokat. Ott a gól, az szép viszont. Az nagyon jó. Felborítják, ilyenkor nem. Tehát jó. Az... Negri, nem hiszem el. És akkor gondolj bele, mi lenne, ha sokkal jobb védőim lennének. Szóval akkor még jobban fájnának ezek a dolgok. Kivédi Varga. Hozzányúl. Az jó. Onnan már csak egy lövés és gól. Kíváncsi vagyok, hogy ugye nagyon rossz a mérő fönt a bal felsőbe, tehát nem látjuk pontosan, hogy mennyit kellene elérni. Kíváncsi vagyok, hogy nagyon messze leszünk-e tőle. Vagy azért érdemes újra próbálni. Hát így mondjuk egyértelmű. Az a Suárez, gyere, told meg, az nagyon jó, és nem hiszem el, hogy ezek se jönnek össze. Ez az edzés, ez azért még rám fér. Nem is baj, hogy itt nyomogatom, mert ennél azért többet várnék magamtól is. Gyenge próbálkozás. Megpróbáltam, amit meg lehetett. Farias, őt nagyon szeretem, erre kivédi. Nagyon messze voltam. 20 000 pontot kellene elérni? Hogy? Nézzük meg egyszer. Hogy? Hát ha minden gól se lehet szerintem 20 000 pontot. Hát ilyen 1000 fölötti gólszámok kellene, mármint pontszám, hogy azok jelenjenek meg. Nem ilyen 800-ak. Oké, ez érdekes a játék részéről. Pavelsát nem engedi előni a Pavelsátot. Nagyon jó, pedig gondoltam, hogy akkor biztos azzal majd. Vagy minél messzebbről jön a lövés, és akkor úgy lehet nagy gólokat szerezni. Aha, 1172. Jó.
akkor nem feltétlenül kell közel vinni. Aha, így már értem. De mondjuk, ha kihagyja, akkor aztán meg vagyunk lőve. Meg ha elesik. Ez az edzés, ez baromi nehéz. Ez baromi nehéz. Azért ez innen látszik. 966, az se jó, ugye 1000 alatt nem jó a pontszám, tehát nem lesz meg az edzés, ha 1000 alatt csinálod. És konkrétan minden helyzetet góra kéne váltani. Kereken 1000, az elfogadható. Az az egy szám, az igen, az elfogadható. Ez a Jordiában, hogy mennyire nem tud lőni, azért ez gyönyörű. Azt se értem, hogy hol van a Messim. Ugye az edzésben benne van elvileg Messi már, mint a képe ott volt, hogy ő is edz a többiekkel. Ehhez képest nem tudom, mit csinál. Tehát lehet a Hard Rock Café-ba nyomja a kávét. Persze. De... hogy miért nem tudok Messivel lőni, hogyha egyszer ott van a csapatomban. Suárez az király, de ő kevés ehhez. Na jó, mindegy, letudjuk ezt a maradék két lövést, aztán elkezdjük a meccset, és reméljük, hogy ott nem kell ennyire profinak lenni. És nem hiszed, hogy megpattan a lábán, és Varga azt is kivédi. Szóval azért az gyönyörű. Sokkal előrébb nem kerültünk. És mondom, ott van Messi, és rohadtul nem lőttem vele egyet se. Jó. Oké, menjünk. Kick-off. Elég. Nem dühítem fel magam ilyen edzéseken. Az kérdés, hogy a csapaton most mit változtassunk, mert a padon is nagyon-nagyon fáradtak az emberek. Dárdai elképesztő fáradt, ő rajta ez látszik is. De hát a többiek se sokkal frissebbek. Talán a kezdőcsapat még egész jó, ahogy nézem. Cserélni nem nagyon fogunk tudni, ahogy nézem. Esős, világklasszisos mérkőzés Los Angeles ellen. Hát nézzük meg. Nézzük meg. Két nagy város, két kontinentális város. Bár a Los Angelesnek ugye több jó foci csapata is van. Ez az egyik. Nézzük. Ó, hát ott, hát ez nem bekem. Csak a kreált edzők beszélgetését láthatjuk. Na, szép a stadion viszont. Ugye elég sok stadion, lehet az összes. Benne van, meg van csinálva valósághűen. Ezeket nagyon szeretem, amikor így meg van. Ezt szerettem a Premier League-be is, a spanyol bajnokságba is, hogy nagyon sok stadion. Nem az összes, de nagyon sok meg van csinálva rendesen. Ezek azért így, nem tudom, milyen vidám dolgok. Amikor ennyire realisztikus valami. Buchanan, gyere, tedd vissza, azaz, de és akkor el. Szóval itt meg megy a játék edzésen, nem, mindegy, nem akarok fenn ezen, edzés az egy másik tészta. Az biztos, hogy Buchanan ott mindent megoldott, Suárez pedig berakta. Ő csak befejezte ezt, Buchanan oldotta meg, mint védő, mint szélső védő. Futott fel és adta be jól a labdát. Megleptük a Los Angeles-t, ez biztos. Aztán reméljük, hogy majd így megy tovább a dolog. Suárez. Nagyon jó. Messi. Azaz. Gyere Messi, gyere. Onnan már lőni is lehet. Suárez, nem hiszem el. Hány kapufát lövünk még? De rossz. Rossz. Ez egy kár. Pénzül. Elvileg ugye a 15. legerősebb bajnokság a világon, a Major League Soccer, az amerikai első osztály. Jó kérdés, ugye? Vannak sztárok, egyértelműen nem csak az Inter Miami-ba, tehát azért más csapatokban is vannak. Elhagyom a labdát. Szóval más csapatokban is vannak nagyobb sztárok. De azért... tudom. Jó, hát egy magyarnál biztos erősebb, ugye? Azért vannak bajnokságok, amik az időségesen lenyomják, ettől függetlenül talán egy izgi karriert össze lehet rakni belőle. Én legalábbis egyelőre nagyon élvezem, hogy tök más játékosokkal, tök más, hogy kell játszani, és teljesen más csapatok ellen, új stadionokban, mit tudom én, érted? Szóval, hogy minden más. Hát ez a lövéshez visszajátszás se érdemel. A kapufa az inkább ért volna visszajátszás, de azt már nem kaptuk meg. Nagyon tetszett a kapufánál, lehet ez egy ilyen PS5-ös dolog, új konzolos, hogy a víz az ilyen brutál állatmódjára lezúdult a kapufáról, ugye, hogy remegett.
Ez tetszett. Na nézzük. Aha. Nem nagyon tudok most ott beleavatkozni a dolgokba. Pont messzivel. Nem kellett volna. Sárga. Ajjajajajaj, teljesen felesleges becsúszás. Örülhetünk, hogy nem piros. Azért Messit nem kellene kiállítatni. Főleg nem egy ilyen hülyeség miatt, hogy becsúszok vele hátulról. Teljesen felesleges módon. Most ez a Puig, ez nem tudom, ez a barcelonás Puig? Vagy ez egy másik Puig? A Barszában is játszott Puig, vagy hát akadémiáján volt. Nem tudom, hogy meccsig is eljutott-e. Igen. Jaman. Ezeknek a nagy amerikai csapatoknak egyébként, az első osztályoknak ugye, van mindenféle ilyen szerződésű kapcsolatuk európai klubokkal, tehát simán tudnak amúgy játékosokat cserélgetni, meg minden. Nem csak a New York Red Bullnak és a New York Lipcsének, hanem hogy amúgy is a többi csapat is jóban van más klubokkal, szóval nincsen feszkó. Ilyen szinten. Busquets. Sergio. Az jó? Az jó? Farias, tőle többet várnék azért. Ő teljesített korábbi mércseken. Egészen jól. Ez most elhíj szóval gyenge volt. De mindegy, vezetés nálunk az a legeslegfontosabb, mert én kijelentem, én első szezonban meg akarom nyerni. Ilyen csapattal, tehát hogy Messivel, Luis Suárezzel, meg még akiket igazoltunk, a Buchanan csávó, télen jön majd ugye a Neuer kapuba, tehát ez még durvább lesz elvileg. Szóval ilyen csapattal, de szerintem az alapkerettel is meg kellene nyerni a bajnokságot, és nem pedig beszívni egy gólt. Basszus. Úgyhogy egyértelmű. Hogy bajnokság megnyerés Zsordiába, tehát itt tényleg nincs más lehetőség, mint hogy megnyerjük a bajnokságot. Az, hogy utána, most itt az amerikai kupákat annyira nem ismerem, de gondolom valami amerikai bajnokok ligája az nincsen. Ázsiai ugye van, csak azért mondom. Azaz. De mondjuk, hogy klubvilágbajnokság, meg ilyenek, szerintem az is nagy elvárás a játéktól. Majd meglátjuk, hogy milyen lehetőségeink lesznek. Ilyen szempontból ugye izgibb az európai porond, mert ott meg tudsz menni a bajnokok ligájába, a konferencia ligába, vagy az Európa ligába, szóval azért azok elég nagy sorozatok is, izgalmasak is. Illetve a licenszeltek, az még fontosabb. Nagyon jó. Taylor. Azaz. Farias. Sajnos fáradt. Ő az ilyeneket nem fogja annyira jó befutni, nem fogja értékelni. A lövés. Yoshida ezt megmentette a csapatának. Lehet, hogy az egy erős gólveszélyes szitu lett volna. Nem tudjuk meg. Leblokkolta. Sajnos. Kalender. Jó volt. Szépet védett. Ez kellett most. Kicsit kihagytam. És leeresztettem az első gyors gól után. Nem hittem azt, hogy szétrámoljuk a Galaxit. De azért az se, hogy már az első félidőben kiegyenlítenek. A beadás megint. Ezek nem nagyon jönnek össze. Átlövések se. Az volt a bajom eddig. Azért gondolkodtam, hogy most akkor be kéne adni. De most megint megpróbálunk majd, vagy kicsibe bejátsszuk középre, mint az első gólnál. Talán az lehet a mi taktikánk. Belement a szemembe. Mit csináld már? Emiatt kapok gólt? Csak nem kéne. Jó. Autós játékoknál szokott ez lenni amúgy, hogy valamiért mindig vakarózok. Hogy mindenem elkezd viszkedni. Tudod, amikor kanyarodni kéne, amikor koncentrálni kéne. Mondjuk egy Gran Turismo-ba, ahol tényleg minden számít. Elkezdek viszkedni. Vagy Forma 1-nél ugyanez. Itt a FIFA-ba azért ki tudod bekelni. Gyorsan meg tudod vakarni magad. Jó hülyeség, amiről beszélek, de érted? Biztos volt már mással is ilyen. Azaz! Ez a Suárez most nagyon magára talált. Ez most nagyon érzi, hogy mit kell csinálni. Jó van, lehalkítottuk a stadiont. Azt kell, hogy mondjam. Ez nagy volt, ez az elfutás, ez jó volt. Utána a kis könnyed, belövős, megoldásos dolog az meg volt, ért.
Nagyon helyes. 2-1, és pont az első félidő lefújása előtt ez lélektanilag annak a, hát, idestova 25 szurkolónak ez biztos fontos volt. Na, ott a hotdog. Ott a corndogot viszi az amerikai. Miller sört már sziszenti. Mi meg sziszentjük be a játékosainkat, ráadásul Avilés helyett Freire, hogy mind a kettőnek a fitnesse nagyjából oké is legyen. Hát és akkor innentől jön a probléma, hogy most Messit pihentetjük, főleg ha sárga lapja van, vezetünk. Én nem hiszem azt, hogy ezt erőltetni kéne. Az, hogy elől mit tudunk csinálni, hát nagyon nem tudunk cserélni, ez a baj, itt a Busquets-et sajnám. Avilés talán át tudnánk pozícionálni, és akkor Busquets jön, Avilés marad. Vagy Avilés tud CDM-et játszani, akkor mégiscsak marad. Minő meglepetés. Statisztikában sokkal-sokkal jobbak vagyunk. Labdabirtoklás, lövés, egyszerűen mindenben sokkal jobbak vagyunk. Ez egy jobb csapat, mint az a Los Angeles Galaxy, úgyhogy az a Vivi-féle gól, az meglepetés volt. De hát az ilyen elfutásokkal tudnak majd operálni a második fél időben is egyébként, mert frissebbek nem leszünk, tehát frissítő cseréket nem tudok csinálni, úgyhogy ugyanilyen fáradtak leszünk, hanem még jobban fáradtak. Na mi van? Vagy szabálytalanság, vagy les, vagy valami. Gyere! Nem, azt hittem, elhittem, hogy megvan a labda. Jó, Painsillnél. Majd utána, jó, Jovejics, azaz, elpasszolta, elrontotta. Puig, Jovejics, Kalender, szép. Fekundes csak nem lövi el onnan. Dehogy nem. Szögletre ment, én láttam, de nem jött neki össze. Suárez sajnos egyedül, mint Varga Barni a magyar válogatottban, elég egyedül, de megoldja, amit meg lehet oldani. Ez az egyszem csatáros felállás ilyen szempontból rossz, hogy nincs, aki segítsen, hogyha éppen a szélső támadói nem tudnak felcsatlakozni. Az baj. Jó. Ez nagy mák volt, főleg azért, mert a védők ott voltak. Az nagyon nagy mák volt. Most szorítanak. Az ellenfél most azért nem kegyelmez. De a 2-1 még mindig nálunk van, úgyhogy nekünk kell odafigyelni. Lehet, hogy rámennék egy ilyen védekezéses megoldásra. A legutóbbi 15 percben óriási labdabirtoklási fölényük van, úgyhogy ezt kell egy picit korrigálni. Taylor. Visszatartás, kézzel tartotta távol magától. Nem szeretem az ilyet. Ojaj, Painsill. Jó. Jó. Buchanan, azaz. Nem. Hát nem látványos a játék egyenlőre. Farias. Az jó. Gressel. De, nem hiszem el. Aj, de kellett volna ott egy jó passz, hogy elinduljuk. Azért még egy gólt szeretnék lőni, tehát le akarom zárni a meccset. Szemfülesebben kiszúrhatták, hogy átálltam védekezőre. De a góllövés az ugyanúgy szempont maradt. Csak nem akarok annyira kitámadni, mert nem szeretnék kikapni, illetve nem, hogy kikapni ezt a győzelmet, nem akarom elengedni. Igazából erről van szó. Nagyon szépen, ívesen megy át a labda. Kicsit terelgetjük, majd elpasszoljuk. Ezt így kell. Ezt így tanítja, hogy hogyan fociz rosszul. Basszus. Jó? Nem! Ó, azt hittem, hogy ott levadáztam a lábáról, és nem. Nelson. Becsúszás! Ezt megérdemeltem. Nagyon rosszul játszottam. Farias helyett ellen egy védő. Össze-vissza bomlik a felállásom. Ezt nagyon megértemeltem, nagyon rosszul játszottam. A kamerával mi történt? Nagyon szép a kék háló. Visszamegyünk balanszra. Ez a pontatlanság azért most kiült a játékra, a frissesség hiánya is, de azért bízok benne, hogy még egy gólt valahogy tudunk találni.
más nem egy pontrugás után, vagy valami, de el kell jutni az ellenfél kapujához. Az a legfontosabb feladat, hogy hogyan fogunk eljutni az ellenfél kapujához jelenleg. A szép Suárezt ketten próbálták ott, előre nem tudtam menni, hátra nem tudtam menni, innentől kezdve el volt döntve a szitu, hogy ki a labda, előre passzolni megint nem tudok. Buchanan nagyon jól játszik. Ne! Jó, az miért nem volt 11-es? Felrúgtam. Vagy belesétált az elesett lábamba. Vagy mi az, hogy elesni kívánt, és így belesétált a lábamba. Jó, csak össze tudom szedni a gondolataimat. Azt a mindenit. Azt a mindenit. Meleg pillanatok! Kalendárium! Hát adventi védéseket láthatunk. Azt a mindenit. Vivi lejön a gólszerző. Peck jön be. Gabriel Peck. Nagyon szép. Suárez is lejön, Campana jön be. Suárez már elképesztően lefáradt. Hihetetlen mód lefáradt. Nem lehetett már játszani. Gabriel Peck az új ember. Pénzil. Nem jó. Megint nem jó. Jamal. Fehérmez most már ijesztővé vált. Így a mérkőzés végére. Meglátom, hogy fehérmezesnél van a labda, már félek. Nem bírom utolérni őket, annyival gyorsabbak, most is hátulról tudtam volna szerelni, de az tuti szabálytalan, azt nem. Érik az a 3-2 is, gyerekek, azt a mindenit, hogy az elején az 1-0-ból tudtam, hogy itt fitness gondok lesznek, ezért is állítottuk át. De hogy ennyire, azért az gyönyörű. A kicsi sem megy, a kicsi bepasszolás sem megy, továbbra is tart a pontatlanságnak a fekete átka. Jó, az megvan. Helyezkedj már üresen. Nagyon szimorító focisták. Nem hiszem el, hogy nem. Az a bajom, hogy nézem, hogy hova lehetne adni, és látom, hogy nincs üresen, de valahova muszáj passzolnom. Buchanan. Át a másik oldalra, látom, hogy üresen van, csak ezen nem haladunk előre. Jordiába, legalább ők talán jól tudnak passzolni, ugye? A Jordiába nem volt lesen! Ne! Mi maradt ki? Mi maradt ki? Delgado. Ott mi maradt ki? Ez egy ilyen Fiola Attilás elfutás volt, még annél Franciaország ellen nyomott egy ilyet, csak annak gól lett a vége, meg laptop törés asztalborogatással. Itt semmi földön fekvés. Sírás rívás. Na nem baj. Legalább volt a második fél időben is értékelhető zicserünk. Ez egy minimális önbizalomnövelőnek jó. Buchananben még van tempó. Ezt nem hiszem el, hogy a friss ember is azonnal azon töri a fejét, hogyan passzolhatná el. Ezt meg... Oh, na jó, van már. Hát azért itt már a játék is érdekes, hogy basszus, nem tudok egy jó paszt megereszteni. Yoshida? Vajon japán válogatott? Brugman? Az jó, ők is rontanak, azonnal én is. Persze. Kalender! Buchanan a meccsemberen állam! Azt a mindenit, hogy mit lehozott az a srác. Az mekkora igazolás volt. Te jó ég. Te jó ég. Hú! Hát azt hiszem ez volt a maximum, amit ki tudtunk hozni ebből a mérkőzésből. Nem érdemeltünk jobbat. Nagyon ránk jött. A második fél időben teljesen más mérkőzés volt. És nagyon ránk jött a Los Angeles Galaxy. Nézzük meg az embereiket. Elvileg Suárez volt a meccsembere, de ugye a két gólt lőtt. Nálam Buchanan volt az, aki olyat letett az asztalra, hogy az hihetetlen. Csak hetest kapott, de hát függetlenül az én szemembe nagyot nőtt. Jó. 71-73, a Vivi 57-es, és megalázva gólt lőtt. Puig 76-os, igen, ő a barszás Puig lesz. Adue, Diego Fanguez, Brugman, Pénzil, ő is azért már járt mindenhol, 76-os. Jó csapat, figyelj, nem annyira rossz csapat. Azt sajnálom, hogy ilyen 67-es kapusuk volt, és ennyire nem tudtam mit csinálni. Nálunk sokkal rosszabb csapat, de amúgy nem rossz összességében, mert vannak jó embereik. Na jól van, nézzünk meg egy interjút,
Ilyen hibát remélem többet nem követünk el, hogy a fitness nincsen be. Igen, szóval ez nagyon jó, tehát elképesztően is gondolkodok amúgy a lecserélésén, de minden játékos nagyon király, ettől függetlenül sajnáljuk, hogy ugye döntetlen le. Köszönjük szépen, adjő! Na, nézzük akkor, Benfield ellen fogunk játszani. Igen, Gresszelnek van valami baja. És megint az van, amitől féltünk, és amit végül tök jól elmagyaráztatok, hogy bizony, a barátságos torna nem ért véget. Tehát megy a barátságos torna, miközben megy a bajnokság egyszerre. Ez okozza ezt a borzalmas, szoros menetrendet. Mert ez nagyon durva. Így állunk, ötödikek vagyunk, tehát nyerni kellene, akkor feljöhetünk oda a második hely környékére. Igen, az előző meccsen nem nagyon tudtunk mit csinálni, hiszen annyival durvább volt a Lanús már fitnessbe is, ugye. Mindig ez a fitness probléma. Úgyhogy ez az Európai Shield kupa Svédországban, úgyhogy repkedünk Svédország meg Amerika között. 0 nap pihenővel jön a következő mérkőzés, úgyhogy megint egy ilyen B csapattal tudunk majd kiállni. Nézzük is, de nem baj, egyébként engem most már én túlléptem ezen a B csapatos problémán, engem már egyáltalán nem zavar. Az zavar, hogy egyáltalán nem tudják kipihenni magukat a játékosok, de Vargának meg mindenkinek tudunk legalább játék lehetőséget adni. Brutálisan rossz fitnesszel rendelkezik az egész csapat úgy, ahogy van. És be kell valószínűleg állítanom ilyeneket is, hogy a Farias helyett mondjuk a Kremasi, mert neki már egész jó, a Sailornak se annyira rossz az a fitnessze. Itt kéne egy óriási játékos keret, sajnos Messit ugye nem tudjuk játszatni, esetleg csereként megint ilyen vész megoldásként. CDM-et talán tud ez a játékos, a Buchanan helyett a Neville, sérülést ugye nem akarok összeszedni, ez is szerintem teljesen tiszta. Taylor, és még a Jordi Albát kéne lecserélni, és akkor azt mondom, hogy annyira bő a keret, hogy megvan oldva, megvan oldva ezeknek a játékosoknak a pihentetése. Még szerencse, hogy ilyen bő a keret, de tényleg, Morales helyett Kremes, és akkor igazából zöld. Igazából zöld, kezdőcsapatos ember. Egyáltalán nincs, de inkább ilyen harmad szándékú figurákból áll össze a csapat, ahogy én ezt látom. Jó, hát Kremasi marad, Dárdai kicsit tudott pihenni, végül is akkor maradhat. Taylor se rossz, Messi, mi ahogy lehoztam, nem rossz. Chandler helyett a Buchanant is megpróbálhatjuk. Szóval a padon azért vannak ott jók, tehát a szurkolók azért majd a padot távcsővel nézhetik. Mert hogy a kezdőben nem lesz nagy ember, hiába az Inter Miami mez. Na mindegy, ezt így tudtuk összehozni. Kíváncsi vagyok erre a... nem is tudom, ilyen Paintben megcsinált gyerek által rajzolt logós csapatra, mert a logója az eléggé gyengusz. De mindjárt meglátjuk, hogy miről is van szó. Az ellenféllel kapcsolatban tiszta zöldbe játszanak. Benfield. Érdekes csapat. Meglátjuk. Nem nagyon hallottam róla. Kíváncsi vagyok, hogy milyen játékosokkal rendelkezik. Hogy azért ez a 50-es, 60-as csapatom, ez így jó-e hozzá képest, vagy sokkal-sokkal rosszabb, mert neki 70-es emberei vannak. Ez majd úgy is ki fog derülni. Maldonado! Forma egy után foci. Gratulálok, fiam. Csak ne törj össze minket. Ilyen pároslábas becsúszásokat nem kérünk. Gazi Begovic. Jól van. Soha nem hallottam róla. Maldonadóról igen, de nem a focistáról. Soraire. Gimenez. Nagyon jó. Nem úgy akartam. Nem azzal a játékossal akartam. Nem váltott át időbe Varga. Jó-ho-ho. Jó. Ez a szép Varga, ügyes gyerek, megoldja ezt a mérkőzést. Illetve egy kis lehetőség neki. Valencia. Az megette, az durván megette azt a csávó. És akkor most lehet szépen beadni.
Borgelin elvileg az egyetlen csatárunk. Mutass valami szépet. Katasztrófa. Ha mondjuk 60-as, úgyhogy... Ja. Még jó, hogy nem adtuk el az 50-60-as embereinkből az összeset, mert amúgy megfordult a fejembe, hogy tényleg mindenkit el kellene adni. De most örülök, hogy hagytunk pár embert. Azért piros fitnesses játékosokkal kiállni, az fix sérülés. Tehát ott valaki meg fog sérülni. Ez a valóságban is így van egyébként, tehát ez tök realisztikus, hogy most egy eleve rohadt fáradt játékos beküldeni. Nem olyan ott a kipihentségi szint, hogy fel legyen készülve a nagy ütközésekre. Morales, nem jó. Most így nagy színvonalat azért ne várjatok. Tehát azért az... Azt gondolom, hogy itt nem egy ilyen első rangú meccs lesz. Elfutott belőtte. Rövidre. Hát igen. Ez valami argentin bajnokságos csapat, ott a kar izéjén látom. Ja, valami olyasmi lehet. Jó. 15. percben vezet. Nek, hát ez várható volt. Olyan játékosokkal játszok, akikkel talán soha nem is fogok, miután lement ez a nyári, hogyha nem tudom milyen kupa. Ja, ilyen barátságos kupa. Jó lenne ugye megnyerni, tovább jutni, stb. Mert pénz, de nem minden a pénz. Azt a mindenit, hogy Varga onnan, hogy szedte ki? Hát nem létező ívekről szedte ki a labdát, ha már Maldonado ugye. Azt a mindenit. Az durva volt. Azt hittem bevédi. Egy pillanatra azt hittem, hogy bevédi. Őszintén szóval. De megoldotta. Az egy jó passz. Borgelin. Barovero. Hogy védte? Szép. Elesünk a saját fejlési kísérletünkben. Gyönyörű. Bisanc. Ott valami német felmenő is lehet. Nunes. Neville. Az a jó. Az egy szép fejes. Há? De mire? Bisanc, ismét. Morales, tök jó. Nagyon jó, haladjunk. Az ívelés, az... Össze volt a jó autóval. Mindenképpen itt is megnézzük majd, milyen játékosokból áll, hanyos játékosokból. Kinyomozzuk a performance résznél az ellenfelet, ez biztos. Leszkautolunk mindenkit. Hullámzik a közönség, most megláttam, bár ne láttam volna. Értem, hogy unalmas a meccs, de azért. Na mindegy, hát hullámzásokban vannak. Jól van. Gyere már! Nem bírom elvenni tőle, hát... Fészkelődök a székembe, mert nem bírom elvenni tőle a labdát. Már feszengek, mert amúgy többi játékosaim mennél, ugye, fényévekkel jobbak. Itt az Inter Miami-ban nagy a leesés, tehát 80-asok vannak, meg 70 fölöttiek a kezdőbe, és utána úgy így visszaesünk 50-esekre. Tehát nem az van, mint egy, mit tudom én, egy topklubnál. Bármelyik topklubot mondhatnám, ugye azért nem kezdek el felsorolni, hogy vannak 80-as játékosaik, meg akár 90-es is, és utána 70-esek, 75-ösök, hát nem, hát itt visszaesünk 50-ig. Meg 60-ig, annyira durván rosszak már ezek. Ilyen angol negyedosztályú játékosok szintjén vagyunk most jelenleg. Na mindegy. Nem akarok sírni, csak elkeserítő ez a fitness dolog, hogy ennyire sűrűn van. És ha jobb lett volna állítva, akkor is mindegy lenne egyébként. De nézzük akkor. Varga. Legalább egy magyar a csapatba. Úgy aztán Rosszinak megtetszen, hogy itt játszatom, az behívja a végén Vargát. Ki tudja. Főleg, ha jó véd, akkor aztán meg végképp. Na? Borgelin! Nem hiszem el. Hát, ilyet pedig ez azért jó volt. Ott még lehet valami. Hogy hagyhat ki mindent? Jaj, ez a Vargás szitu, amikor bevédte ugye saját magának. És a térdével húzta ki onnan. Ez kapucsöngól lett volna. Necces volt, igen. Azt a mindenit. Igen, ezt megérte visszajátszani, ez jó. Kiabáltak, amikor kirúgta a kapus a labdát. Hallottátok, hogy...
Azért még kirúgta a labdát. Az komoly, az akkor elég uncsi lehet a meccs, pedig aztán vannak lövések. Én próbálkozok lövésekkel, az, hogy nem jut el a kapuig, az már egy teljesen másik kérdés, ugye? Meg hogy nagy cselek nincsenek, azt is megértem, hogy az unalmas. Remélem azért ti nem hullámoztok otthon, vagy nem is tudom. Már pörögnek a telók. Ezt inkább IFC mobilozol. Na mondjuk lehet én is azt csinálnám. Valencia. Insua. Nagyon fél időben megnézzük, hogy miből áll össze ez a csapat, mert van egy sejtésem, hogy amúgy egy szinten vagyok velük. Nagyjából. Bargalin! Ha az behullott volna! Az... Igen, az jó lett volna. Nem? Tedd vissza. Azaz. Sunderland! Maldonado Sunderlandbe belelövi. Lefújja inkább a bíró. Úgy van vele, mindenkinek jobb ez így. menjünk szünetre egy picit. Nézzük meg akkor. Hát a statisztika az rémes. Nem sok lövés van. A performance-ra vagyok kíváncsi, így is van. Azt mondja, hogy Milton Gimenez, Bichance, Nunes, 67-esek, 70-es is van a csapatban, 71-es is van, Insua. Hát figyelj! Ne haragudjál, de ők azért nem mennek le 50-re. Tehát az, hogy 1-0-ra vezetnek, és még van 71-es a padukon, tehát ők azért nem mennek le ennyire, mint én. Mert nekem konkrétan egy osztállyal gyengébb a csapatom, mint az övék. Nekik vannak 70-eseik, én meg ilyen 58-asok. Nézd már a középpályám. 58, 58, 57. Ahhoz képest az ő 70-es játékos keretük, az nem is tűnik annyira rossznak. Jó, Kremásit behozzuk Sunderland helyett, akkor ezzel nagyon nagyot emelünk. 11 pontszámot emelünk tulajdonképpen. És majd amiket játékba ugye felkínál a gép, akár messziről legyen szó, valószínűleg be fogjuk hozni. Tehát ezért nem akarok totálisan kikapni. Csak amennyire indokolt. Bargalin! Mondjuk így aztán nem is fogunk kikapni. A 60-as Bargalin alázza a csapatot. Olé! Srácom! Kremási már ment oda örülni. Ő intézte. Nagyon jó. Megzavarta őket a pihenő. Benyomotta Benfield egy pár banánt. Aztán már mindjárt nem tudják, hogy hol vannak a cukorsoktól. Nagyon tetszik, nagyon tetszik. Azt mondom, látod? Figyelj, Kremási, ő pedig egy jó ember ráadásul. Pedig látszott a mozgásán is, hogy ő gyorsabb, jobb. Na nem baj. Na, menjünk rá, haladjunk. Jaj. Uha, Bichance. Most jobban félek tőlük, mert megláttam, hogy 70-esek. Eddig nem féltem annyira, már azt hittem 60-asok. De nem erről van szó. Jó, vissza. Hát ez ilyen, az ilyenekből lesznek az ellenfélnek adott labdák, úgyhogy kicsit erősebben, ha kérhetem. Jó. Jó. Az biztos, hogy az 1-1 most nem tűnik rossznak, ezt kéne megtartani. És átfordítani győzelembe, mert amúgy a döntetlennel nem sokra megyünk egyébként. Az kevés, mert ilyen bajnokságtabellás, ilyen szuperligás rendszerben működik a cucc. Borgelint látom, hogy futna, de igazából nem felé ment a labda, hiába akartam őt megcélozni. Passzal, ez nem jött be. Gyere már! Hát, a két védő ott áll és egymás nézi. Miközben szerelni kellene, nem egymást nézni. Nyomogattam a gombot, elhiheted, hogy nyomogattam a gombot. Becsúszást lehet, hogy ott becsúsz. Ott volt egy pillanat, azzal a Freyjel. Nem a szőke kapitánya, hanem a másikkal. A Freyjel ott egy becsúszást lehetett volna nyomni. Igen. Azt talán megmentette volna ezt a szitút. Ezért nagyon nagy kár, mert pont most egyenlítettünk ki nem olyan régen. Robinson. Az jó! Hát 50-esekkel letetjük őket, hogy ez miért nem lett gól megint. Hát amikor ilyen szép cselek után, na jó, igen. Hát Robinson, ezt szerintem ezt megérdemelted. Messi,
Egy kivéhet, kifáradt Messi! 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 Gyere! Gyere, fiú! Gyere, fiú! Ha megszerezzük Ronaldót, biztos, hogy fogok csinálni. Úgy fogom bemutatni Ronaldót a csapatba. Ez nagy célom amúgy, hogy egy csapatba játszanak, nagyon poén lenne, főleg, hogy mind a kettőt szeretem. Szóval, hogy úgy szeretném bemutatni őket a csapatba, hogy Messi váltja Ronaldó. Azért az epikus. Az epikus. És nehogy csináltassak egy Inter Miami Messi-t, amire rá van írva, hogy Ronaldo. Azért az megint vicces lenne. Na majd a meze szponzival. Ez a Google Shop, ez elég jó fej. Nem most ezt a szponzit, vagy videót nem szponzizta, de nagyon jó fejek. Úgyhogy velük össze lehet bizniszelni. Hát ezt a meccset ezt elengedtem. Ez szégyen teljes. Ezzel most már nem tudunk mit kezdeni. Tehát annyira elfáradtunk szerintem hátul is egyébként, tehát teljesen értető módon, hogy itt most ezzel nem tudunk mit csinálni. Na? Nem jön össze. Most se. Hát Messit kéne keresni, ugye? Vagy esetleg felmehetünk támadni, de valószínűleg még egy-két gólt bekapunk. Ne így legyen, de... Varga is, hogy... Láttad, hogy... és akkor kitalálta, hogy ő amúgy hogyan fog védeni, miközben repült a levegőbe. Szóval azért ember. Jó, gyenge a pontszáma. Tudom. Álvarez bejön Bisánc helyett. Fejed ki, tedd le, szedd le, húzd le, azaz. És akkor most pedig ívelés előre. Az csodálatos lett, hogy az emberei között elment a labda. Hát miért nem tudok passzolni? Bent láttam. Taylor Valencia helyett. Az a baj, hogy a frissebb ember helyett hozunk be egy fáradtabbat. Nem logikus egyáltalán a csere. Neville. Messit keressük egyértelműen. Hát de... És feltartja, nézd meg. Ne, Messivel nem így akarom kifutni a maradék erejét, hogy védekezésből. Kramasi, az jó. Ő nagyon jó. Borgelin, Hall! Gyere, Hall! Hát érted? Ennyit nyomtam, és fúj, ennyi lett a vége. Csoda hangeffekt. Jó. Barovero. Sepulveda. Sepulveda jött be. Na, azért gyakorlom a betűket. Az szép. Páros lábas. Sérülés veszélyes becsúszásokba? Azt látom. Azaz. Az nagyon jó. Az nagyon jó. Valami szép akciót a végére. De ne hátra, ne mögé! Messinek, Borgelin, te rohadt magas vagy. Semmire nem megyünk vele. Semmire. Á, szegény Messi. Labdába se tud érni. Na most, figyelj. Hogy? Azaz. Azaz. Told meg, Messi! Lőj egy gólt! Szúrd oda nekik! Mutasd meg! Hogy kell? Hogy kell? Nem jó. Nem jó. Nem bírok vele, nem bírok vele. Na most, figyelj! Most! Hol? Hát az ember ilyet sehol, nem hol. Hát mit csinál? Na, hogy? Háttal! Jézusom, hát be nem merném dobni így magam. Campana! Lehozzuk a gólszerzőnket, helyette Campana. A végén még jó lesz a csapat. A végén még felfrissül a csapatunk. Messi fejese! Az miért nem volt benn? Az miért nem volt benn? Messi fejjel! De szép! Hát... Ájjájjájjájjáj. Persze, hogy szabálytalan, persze. Azért most megvolt a góllövése a lehetőségünk. Egy szépítő találat még jól jönne. Hogy azért ne érezzék már azt az argentinok, hogy itt mindent lehet. Hát Varga úgy jött ki a kapujába, hogy azt se tudta, hogy hova megy. Jézusom. Negri. Nem jó, oda láttam. Láttam, hogy oda nem szabadott volna. Az jó, Messi. Kremasi. Ők ügyesek, csak miért nem jönnek össze az utolsó pillanatos passzok? Nem? Gyere, menj rá. Nem jó. Elviszi az embert. Azaz, az a miénk ott, Campana, Valencia, gyere! Nem jó. Megint nem jó. Az viszont igen. Ott van, Kremasi! Kremasi! A szép! Tudtam, hogy jó ez a Kremasi gyerek, ez mekkora lövés volt. Ilyen hideg van, mondjuk Svédországban hideg van, ja.
Logikus, logikus. Ez... A hosszúra! Hát inkább középre. Inkább középre. Annyira nem volt becélozva a sarok, de mindegy, gól lett, az a lényeg. Na most sajnálhatjuk igazán, hogy bekaptunk korábban egy gólt. Ettől függetlenül ultra attackot megpróbáljuk, de most nagyon sajnálom a korábbi plusz bekapott gólt, amit úgy érzem, hogy így most már nem annyira kellett volna. Az jó. Az is jó. Messi. Holói! Megetette! Nem tud futni Messi. Kidurrantak a gumiai. Nem tudott futni, szegény. Pirosba van Messi. Annyira rohadt fáradt, hogy érted, a utánfotón jön mögötte a tüdeje, mert már nem bírja. Áj, de kár! Ha ott az a Messi. A fitnessem mennek el, és ez már a második karrier rész, ami a fitnessem megy el, és az európai kupa rontja el, de most talán, hogy kiesünk, így tudunk normálisan a bajnoksággal koncentrálni. Mert az lenne a cél igazából, hogy a bajnokságban legyünk jók. Én azt szeretném. Jó, Orlando ellen játszunk, elvileg kiestünk. Nagyon remélem, nyári kupa, jó, köszönöm szépen, nem sikerült megnyerni. Hello, szia, szevasz, nem fontos, nem fontos. És játékosokat szeretne keresni, nekem Európába keressen. Mit tudom én, Németországba. Jó az, keressél. Na, coach managementet atakra át kell. Hát jó, ezt majd megcsinálom videón kívül. A lényeg, hogy megyünk előre. A lényeg, hogy megyünk előre, a csapatban most már azért pihenések kellenek. Forgassuk meg az időt, hogy eljussunk az Orlandóig, akik nulla pontosak. Nagyon sok napot lehet itt pihenni. Jó. Szóval, hogy nagyon sok napot lehet itt pihenni, és jönne egy Ponce, akinek 91-es potenciája is lehet. Ja nem, ő itt van. Jó, ő itt van, bocs, ő itt van. Hát a fejlődésbe van állítva, úgyhogy nagyon nem tudunk vele mit csinálni. Na mindegy, 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 ez a riport volt, a havi riport. A lényeg, hogy Orlando ellen fogunk játszani, akiknek egy szempontjuk sincs, viszont mi vezetjük a bajnokságot, de csak azért, mert kettő meccsünk van, minden másnak, mindenki másnak egy meccse van, úgyhogy majd ezek a csapatok ránk fognak jönni valószínűleg. Úgyhogy reméljük, hogy kipihenten, ha nem nyomok rá a tréningre, akkor csak simán a squadra, kipihentem. Rámolhatjuk szét őket. Reméljük így lesz. Következő részben találkozunk a jövő héten. Addig is jók lehetek, nézzetek át a többi videómra is. Ne csak ezen a csatornán, hanem a futballkárcunon, a tradingkárcunon is nézzetek körül, iratkozzatok fel, ha van kedvetek, jók lehetek. Sziasztok!